Kulissza staféta. Beszélgetések nem csak színházról. Mai vendégünk Papp Barbara. Nagy szeretettel köszöntöm Kulissza staféta című podcastünk 10. adásának főszereplőjét, Papp Barbarát. Köszönöm, hogy eljöttél hozzánk. Sziasztok, én köszönöm a meghívást. Ugye a staféta megy tovább. Boriszék, illetve Viki ajánlott téged. És most mai napig is a Jókai Színház színésze vagy, de ugorjunk az elejére a mai riportunknak. Te nem Békés Csabai vagy, ahogy én nézegettem, Nyíregyházán születtél, ugye? Igen. És a környéken nevelkedtél. Igen. Mikor volt az az első érzésed, hogy te esetleg a világot jelentő deszkákra szeretnél lépni, aztán majd rátérünk egy-két más dologra. Jó. Hát az első ilyen emlékem az gyerekkoromból van, amikor az én szüleim nagyon nagy lárpullár fanok voltak, és azt nagyon sokat néztük, és akkor elkezdtem utánozni ott Boborjánt és Evetkét, az ő hangsúlyaikat, az ő mimikájukat, és ezzel szólakoztattam utána a szüleimet, a családot, a szomszédokat, és voltak is ilyen kis előadásaim, meg hát, hogyha átjöttek, akkor általában megkértek, hogy jó, utánozz már egy kis Evetkét, vagy mutass már egy kis Boborjánt, és akkor gyakorlatilag innentől. Ez volt az első ilyen élményem. Mutassál egy kis Evetkét. Jaj, ez nagyon régen volt. Zakasztják a hóhért, igaz? Igen. Na, semmi vész. Utána ez ugye egyre erősödött benned, hogy mégiscsak a színház lesz, de mégsem először a színház felé kacsingattál, úgy tudom, hanem. Igen. Mesélj róla valamit, hogy hova mentél el tanulni utána, a gimnázium után? Gimnázium alatt, meg általános iskolában is én már táncoltam, klasszikus balettoztam, és én nagyon szerettem volna balerina lenni, de ahhoz ugye, mert nagyon kicsi korban el szokták kezdeni ezt a műfajt művelni. Én 12 éves voltam, tehát elég későn már. És akkor utána így beletörődtem, hogy jó, akkor már nem leszek táncos, de vagy balerina konkrétan, de akkor mi az, ami még érdekel, és akkor a földrajztantárgy volt az, ami bármennyire is lekötött a gimnáziumban. Nyilván az irodalmon túl, de valahogy úgy éreztem, hogy ha reálban gyengébb vagyok, akkor azt szeretném erősíteni. Valahogy így gondolkodtam, hogy így kellene balanszba hozni az egyensúlyt, vagyis az életemet. És ezért felvételiztem az ELTE földtudományi karára, és oda fel is vettek, és elkezdtem geográfusnak tanulni 3 éven keresztül. Pont nem fejezted be? Pont nem fejeztem be, igen. Jól tudod. Már megvolt a szakdolgozat címem, már megvolt a témavezetőm, és mégis úgy éreztem, hogy nagyon megijedtem, hogy akkor, hogy ha én ezt tényleg elvégzem, akkor én tényleg geográfus leszek, és akkor nekem be kell ülni egy irodába, és akár terület és település fejlesztőként ott mindenféle adatok és számok között elveszni, és azt mondtam, hogy nem szeretném. Úgyhogy megijedtem a jövőtől, és kikértem az indexemet, gyakorlatilag egyik napról a másikra, és belevetettem magam az életbe, hogy amit ad, majd meglátjuk, hogy hogyan fogadom. És mit adott? Egy nagyon kedves barátomnál húztam meg magam 2 héten keresztül, mert ugye párhuzamosan a kollégiumból is ki kellett költözni, hogyha az egyetemet ott hagyjuk, és én kollégista voltam, és akkor ő elém tolta a Pesti Magyar Színháznak, az akkori stúdiónak a felvételi jelentkezési lapját, és azt kitöltöttem, felvételiztem, és gyakorlatilag így kerültem a színház és a színpad közelébe. Kaposvárra utána hogy kerültél? 2 évet jártam a Pesti Magyar Színi Akadémiára, és a 2. év végén felvételiztünk többen is. A Budapesti Színművészeti Egyetemre, illetve Kaposvárra is, és valakit Budapestre vettek fel, van, aki pedig Kaposvárra. Én a kaposvári brigádhoz tartoztam. Utána Kaposvárt elvégezted, hogy kerültél Csabára? Ott úgy van a rendszer, hogy 4+1 évben tanulunk, ami azt jelenti, hogy 4 évet vagyunk az egyetemen, és az 5. év az a gyakorlati évünk. És mindenkit
valamelyik színházhoz elszerződtetnek, mint ugye egyetemi hallgató, és belevetik őket a kisebb-nagyobb szerepekbe, és nekem az osztályfőnököm, akkor Eperjes Károly rendezte itt az Ármány és Szerelmet, és arra három embert az osztályból lehozott. Gyakorlatilag így kezdtük meg a gyakorlati évünket, és abból a háromból én itt maradtam. Uh-huh. Mi szerencsénkre, hál' Istennek. Köszönöm. És akkor azóta is itt vagy Békés Csabán? Nem, voltak azért varga betűk. Voltak, igen, aztán még utána kettő szerepet azt hiszem eljátszottam itt Békés Csabán is, és utána kaptam egy lehetőséget Budapesten a Barátok Közt című sorozatban. Erre akartam meg kitérni, ugye? Igen. És másfél éven keresztül ott dolgoztam. Cukrászt játszottál? Mit is játszottál ott? Ott mit játszottam? Aha, közben. Angoltanár voltam. Angoltanár. Igen, Amerikából jöttem haza. Uh-huh. És a Novák Lacinak voltam én a... Ő volt a nagybátyám, akkor én az unoka húga voltam, igen. Igen, igen. Te voltál olyan kis sapkába, hogy mi... Én voltam, igen, a kis igen. Francia sapiba. Igen, igen, most már így emlékszem. Igen. Akkor, de gondolom, ez egy nagyon jó élmény volt, mert ahogy hallottam, nagyon szerettél volna bekerülni a Barátok Közt. Hát igen, volt egy ilyen próbálkozásom 16 éves koromban, az akkori páromnak volt egy meghallgatás, illetve nem neki volt, hanem ő szeretett volna nagyon eljönni, vagy elmenni erre a meghallgatásra, én meg kísértem, és ha már ott voltam, akkor gondoltam, hogy én is megpróbálom, és akkor 16 éves voltam, akkor még ugye nem igazán amatőr társulatnál már játszottam, a Mandaladal Színháznál, Nyíregyházán, de úgy különösebben nem, akkor még a tánc vonzott. És akkor megpróbáltam, és hát nem jutottam tovább, úgyhogy ez egy ilyen nagy törés volt, még annak ellenére, és hiszen nem minden áron szerettem volna, viszont a visszajelzés az, hogy köszönjük nem, azzal azért nehéz volt akkor szembesülni. Aztán mégis csak sikerült. Hát csak sikerült, úgy alakult az élet. Igen. Igen, igen, igen. És utána Barátok Közt után akkor újra Békés Csaba. Igen, igen, ott még egy másfél évig szabadúztam, meg akkor volt egy ilyen gondolkodásom arról, hogy a színészi pályát vagy a cukrászpályát válasszam. Ugyanis én a Barátok Közt alatt kitanultam a cukrászatot hivatalosan, és hát nagyon-nagyon szeretem a sütiket. Szeretem készíteni, szeretem átadni, szeretem kitalálni, szeretem a munkafolyamatokat, az illatokat, az ízeket, és... Ez teljesen jó, mi meg szeretjük megenni. Igen. 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 Sokan élnek ezzel a lehetőséggel is, és gyakorlatilag a Barátok Közt stábjának hordtam be a tanuló folyamatom alatt a süteményeket, amiken így gyakoroltam, és akkor ők megették, úgyhogy igen, nagyon örültek neki. És akkor komolyan elgondolkodtam. Ezért vettem én a Barátok Közből, cukrász voltál már. Igen, igen, párhuzamosan ment a kettő, igen. Igen. Igen, és hát ugye nagyon más a kettő szakma. Tehát az egyik egy sokkal introvertáltabb, egyedül vagyunk. Jó, nyilván, hogyha üzemben dolgozunk cukrászüzemben, akkor nem, akkor vannak a kollégek. De alapvetően mindenki magában dolgozik, míg a színház az nem. Tehát az csapatmunka, ott muszáj együtt dolgozni. És akkor ez a kettő, mert mind a kettő megvan bennem. Szeretek elmélyülni egyedül ezzel hogy ki fizikai munkát végezni, míg a színház, persze abban is van fizikai rész, de alapvetően is szellemi munka. Úgyhogy e kettő. Igen, és akkor cukrászat, színészet, utána még van-e valami olyan dolog, amit úgy szeretsz csinálni, amely egyáltalán marad rá időd? A szabad időbe. Hát... Úgy igazán
ez a kettő nagyon feltölt és nagyon kiegészíti egymást, szóval ha nem az egyiket csinálom, akkor a másikat is azt gondolom. Na, akkor nézzük meg, hogy a két szakmában melyik a kedvenced. Kedvenc sütit? Ó, amit mindig szeretni, vagy amit szeret csinálni, igen. Különböző. Mindig, amit éppen készítek, azt nagyon szeretem. Nem, hát a francia cukrászat felé húzok, tehát ez a makaron, kicsit ilyen az a kis apró sütemények, amik ilyen nagyon, nagyon technikásak, és nagyon, nagyon finom kézügyességgel ahhoz, hogy elkészüljenek. De egyébként a mézes kalácsot is nagyon szeretem készítgetni, a cukormázzal dolgozni. És a színházban? A kedvenc. Igen, hogy darabom, mit szeretsz úgy legjobban játszani? Milyen karaktert, vagy milyen stílust? Hát sokáig azt mert gondoltam. Nagyon sok karakterben látom viszont téged, tehát nem tudlak hova tenni. Ez nem tudom, hogy jó vagy rossz. Nem, szerintem teljesen jó. Aztán el is mondom, hogy mire gondolok, igen. Jó. Hát sokáig azt gondoltam, hogy én majd ilyen, hogy én tragika vagyok. Meg ugye alapvetően naív a karakterem van, tehát ezek a Júlia karakterek, vagy az Ármány és Szerelemben is ugye a főhősnő, és hogy ezek a, de inkább a tragédia felé, hogy a mélység, meg a sötétség, vagy az, és aztán így valahogy az élet úgy hozta, meg valahogy azt gondolom, hogy már úgy az önismeretben is tartok ott, hogy nagyon jól érzem magam a vidám szerepekben, a vígjátékokban, nevettetni. Nagyon nehéz nevettetni egyébként. Ríkatni is, azt gondolom, de nevettetni is nagyon, és ennek a fortéjaiba merülhettem el most a legénybúcsú kapcsán, most éppen a kastélykölcsönbe kapcsán is, és hogy nagyon élvezem, amikor jön a visszajelzés a közönségtől. Itt hagyd mondjuk el, hogy ugye miért kérdeztem én ezt. Az Kélek. Egyik olyan színésznő vagy, színművész, itt a Csabai Színházban, akinek teljesen más a hangja a színpadon, mint az életben. Főleg akkor, amikor ezek a kis naivákat, mint most a Katót is, ugye, játszod a Kastélykölcsönben című darabban. Hát, hogyha így köszönnél rám az utcán, vagy így bele, akkor meg nem mondanám, hogy ő a pap Barbara. Azt mondanám, hogy valami kis tizen, akárhány éves kis csitri. Igen. Holott aztán mégsem. Tehát a hangodon nagyon jól tudsz játszani. És ezt gondolom, hogy ezt észre is vették már talán. Ebben a szerepben egyébként az volt a különleges, hogy ezt tudatosan szerettem volna, hogy ne a saját hangomon beszéljek, hanem egy picit elemeljem. De alapvetően a hangommal, mint olyannal egyébként a színházban mindig van egy kis gond, hiszen hallod, egy kicsit azért vékonyabb a hangom. Tehát nem ez a nagyon tónusos, ilyen füstös cigaretta, füstös igen hangom van, tehát nem ez, és ezért nekem nagyon kell figyelni arra, hogy lent beszéljek a mellkasomból, zöngével, mert azt hallják hátul is. Tehát, hogyha én elkezdek így ilyen kis cincogi hangon beszélni, mint ami nekem van, vagy akár a Katónak, de azt is felerősítettem, hogy azért lehessen érteni, az már nem megy át úgy a nézőkhöz. Úgyhogy erre nekem kifejezetten figyelni kell. Viszonylag jól figyelsz rá, szerintem. Igyekszem. Volt egy ilyen történet, ezt már elmondtam, hogy mikor voltunk a színházban bent, kérdeztük a portásnénőt, hogy végeztek már a színészek? És akkor azt mondja, behallgatott? Még nem, mert még nem a saját hangjukon beszélünk. Igen. akkor nem zavarunk. Kicsit megvárjuk őket. Igen. És akkor ugye már érintettük a cukrászatot, a színészetet, és hogy tartod magad karban? Gondolok itt a mozgásra, a testedzésre, mert azért karban kell az embernek tartani magát, főleg, hogyha ilyen egy kis táncos darab, kis mesejáték a gyerekekkel, és másképp kell előadást tartani, mert tényleg aztán mindenféle darabban benne voltál. Igen. Figyelek arra, hogy én
én például nehezen motiválom magamat a mozgásra, de hogyha csapatban edzünk, például a most a spártai Békés Csabai Spartan Race Training Group, vagyis hát az ilyen spártai csapathoz csatlakoztam, mi együtt edzünk. És ezek nem egyszerű és nem könnyű edzések, ezért egymást is motiváljuk, hogy még már csak ötöt, már csak három kör, már csak nyolc, és nekem ezt kell ahhoz, hogy rávegyem magam a mozgásra, tehát kellenek a társak. Itt vágy is jobb, hogyha közösen leszünk, tehát igen. Sokkal jobb, igen. Ha van egy kis motivációs erő. Igen. Étvány, igen, parancs. Meg csak annyit jutott eszembe, hogy Békés Csaba annyira különleges város abból a szempontból, hogy rengeteg a biciklis, és én is átszoktam erre a biciklis létre, most is egyébként azzal érkeztem, szóval, hogy én nagyon szeretem, hogy itt ennyire sokan két kerékre pattannak. Én is szeretem, kivéve, hogyha nem a járdán kerékpároznak. Igen, igen, igen. Ugye azt mi nem halljuk meg. Igen. És sok belőle. Igen. Azt nem előnyös. A Lady Macbeth az hogy jött? A Lady Macbeth... Mert ott megint a teljesen másik arcodat lehet megint. Igen, 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 hát az egy nagyon mély és nagyon összetett szerep. Igen, mert mikor ugye ne haragudj, hogy ez a dolgában... Igen, mondd csak. Megkérdeztem a szereposztást, hogy nagyon felolvastam, meg ugye a Hannék is elküldik, és kijött a Lady Macbeth, és megszólta, ez nem a Pop Barbie, ez teljesen másik idő. Tényleg? De a Pop Barbie, és figyeltem, tényleg a Pop Barbie vala. Hát igen, akkor most hallgatlak. Ott szerintem koncepció volt a rendezésben az, hogy nem egy tipikus, ezt most a szó jó értelmében mondom, Lady Macbethet szeretett volna a rendező, hanem pont egy ilyen kicsit ilyen kislányosabb, kicsit finomabb, kicsit ilyen, hogy pont az a kontraszt legyen meg, hogy a belseje, hogy mennyire sötét, és nem sötét, neki is megvan a maga igaza, de hogy ez a kontraszt megjelenjen, hogy nem is nézném ki ebből a nőből, hogy ő ilyen. Szerintem ezért lehetett ez a választás. És ezek után jött még a Munkácsinő is, ugye? Igen. Az is egy jó kis szerep volt. Az nagyon jó kis szerep volt, igen. Azt egy picit puhítottuk, kezdetben úgy indult, hogy nagyon vérmes lesz, és nagyon szorongatja a férje nyakát, hogy már pedig a pénz, és tessék festeni. Ehelyett azért egy pici szeretett kapcsolatot azért tettünk bele, hogy ne legyen annyira nem kedvelhető, vagy nem szerethető a karakter. Az is nagyon, nagyon jó kis előadás volt. Akkor ugye mondtad, hogy visszatérünk az utcára, hogy kerékpározol, vagy hasonló. Megismernek itt azért Csabán? Ez nagyon érdekes. és már azt hiszem, hogy két... De még nem a barátok közt azonosítanak. De pontosan erre ugye, szeretnék kitérni. Igen. Hogy egy olyan 2,5 éve már itt vagyok a színházban, de még úgy kocogtatják meg a vállam, hogy nem maga játszotta a barátok közben az Adél, és akkor így de igen. Én. És olyan furcsa, hogy itt Csabán, hogy itt vagyok, igen, a színházban, de még a barátok közben jönnek, igen, a felismerések. Hát pedig itt is lehetne jókat látni tőled. Szerintem egyébként a színházba járó közönség meg van, aki már a színházból ismer. Most már majd te is megismersz majd minket. Igen. Lehetőleg. Igen. A narrált előadásának ott vagyunk a... Igen. Igazgatói meg a rendezői páholyban. Most is nagyon tapsoltunk neked. Köszönöm szépen. A héten. Héten volt az? Nem, a múlt héten. Bocsánat. Akarom félrevezetni itt a hallgatókat, nézőket. Szerettétek az előadást? Én nagyon szerettem, különösen a dalok is nagyon jók voltak összeválogatva, és csak én megmondom neked, hogy én lentről jobban szeretem. Ahol a bérletünk van lent a nézőközönség között, ott jobban hallom. Aha. A zenét is jobban hallom, meg magát a cselekvést is jobban élvezem, mert a hangok másképp jönnek. A Hani meg ahogy narrál, az viszont nagyon jó. Ez a szuper dolog.
sok olyan dolgot megtudtam, amit nem. A darabban, az oroszlánról például, ahogy mozog a darabban. Aha. Meg még hasonló dolgokat. Igen. Mert ugye azt ott mellettem nem veszik nagyon jó néven, hogyha akivel megyek a negyemmel, vagy bárki, hogy ott végig durzsolja a fülembe, hogy mi történik. Aha, értem. Igen. De főleg a zenés daraboknál nagyon szeretek lent lenni és középen. Igen, ott a legjobb az akusztika. Igen, igen, mert nagyon-nagyon jó a hangtechnika is. Térjünk vissza újra. Menjünk vissza a színházba. Jó. És azt kérdezném tőled, hogy amikor ugye fönt vagytok, meg próbáltok, meg dolgoztok, jön egy darab, akkor úgy, most már te is úgy vagy, hogy már nem vagy a leg... nem jó mondom. Nyugodtan, nem vagy, nem vagy, nem vagy a régóta fiatal, igen. De vannak régebben fiatalok is a színházban, hogy azoktól tudsz-e ellesni valamit, vagy tanítgatjátok-e egymást úgy? Persze, mindenképp. Én azt gondolom, hogy ugye maga a színészi pálya is, meg a színészi munka egy másolás. Tehát, hogy amikor valakit megjelenítünk a színpadon, ő az életben hogyan, milyen gesztusai lennének, milyen hangsúlyai lennének. Úgyhogy erre nagyon nyitottnak kell lenni, és így tapogatnunk az utcán is, hogy ki hogyan viselkedik. És igen, természetesen ez is része, hogy nézzük, hogy a régebben fiatalabb kollégák hogyan dolgoznak. Úgyhogy ebből is igen lehet tanulni, azt gondolom. Ellent mondotok-e esetleg a rendezőnek? Vagy nem is az, hogy ellent mondotok, hanem azt mondjátok, hogy hát szerintem ez így jobb lenne. Persze, persze. Van, amikor megfogadják, van, amikor nem. Igen, szerintem ez azon múlik, hogy hogyan mondjuk. Tehát, hogyha ez nem egy ilyen támadó, vagy lekezelő, vagy tehát, hogy nem egy ellenséges hangvételű mondat, hanem én azt gondolom, hogy, vagy nekem az esne jól, hogy, vagy nézzük meg úgy, hogy, akkor az társra, az partnerrel el. És akkor meg lehet próbálni, legfeljebb megpróbáljuk, és azt mondjuk, hogy hát, nem volt jó, akkor eldobjuk, és megyünk az eredeti gondolat mentén. Tehát ilyet lehet, persze. Persze. Ahogy ugye mindig alakul. Aha, igen. Megfelelő körülmények között. Igen, igen, igen. Akkor így zárszó előtt még egy kicsit a családodról, esetleg büszkék rád, gondolom, hogy ilyen jó színésznőret belőled. Most már igen. Most már igen. Igen, hát ezért volt ennek egy ilyen nehezebb része, amikor hát nem tudom, hogy a ti fejetekben mi van erről, de hogy a színészi pálya az olyan nehéz, az olyan bizonytalan, hogy abból majd nem fogok megélni. Igen, fiam, szeretnél egy szakmát is utána lehet. Így is van, és én pontosan ezt a mondatot kaptam meg, azért is mentem geográfusnak, tehát egy civil egyetemre, és akkor utána majd ráérek ott művészkedni. Csak hát ez mégis máshogy alakult, és most már látják, hogy ez tényleg jó döntés volt, jó választás. Kijártam az utat érte, úgyhogy most már büszkék rá. Mi is büszkék vagyunk rád. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk. Majd ha találkozunk, akkor nyugodtan mondhatod olyan katós hangon is a köszönés. Abból is sokkal hamarabb beazonosítunk. Jó, rendben. Bátran, de nyugodtan mondhatod, hogy Pap Barbie vagyok. És akkor ugye még van egy nagyon fontos feladat számodra. Ugye a stafétáról van szó, a stafétabotot tovább kell adni. Uh-huh. Ugye tudod, hogy majd neked kell megkeresni az illetőt. Kit javasolnál a következő epizódba? Én a következő epizódba Csurulya Csongor színművész kollégámat javasolnám, hiszen ő egy nagyon vidám természet, és szerintem ő élvezné ezt a beszélgetést. Köszönöm szépen, akkor majd keresd meg, és aztán én is megkeresem őt. Rendben. Köszönöm, hogy itt voltál. Én is köszönöm. Vendég Pap Barbara. Házigazda Ádász István. Operatőr Vágó Szabó István. Készült a Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesületében 2024-ben.